Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Faragó professzor úrnak halaszthatatlan dolog jött közbe, úgyhogy sajnos velem kell beérnie mindenkinek, de alapvetően az ő előadásáról lesz szó. Gondolkodtam azon, hogy amikor némi magánvéleményt fogalmazok meg, akkor esetleg föltartom valamelyik kezem, de időhiány miatt ettől eltekintek, úgyhogy csak az előadásra szeretnék koncentrálni. Ugye a magyarországi vízivat helyzete az több szempontból is sajátságos, hiszen ahogy itt már a megnyitók során is elhangzott, nagyvadról és apróvadról szoktunk beszélni, de igazából az apróvad fajokon belül a vízivad szerepe kitüntetett, hiszen olyan fajokkal gazdálkodunk, amelyeknek a hazai állományára jelentős befolyással nem tudunk lenni, legalábbis bizonyos fajok állományai, azok északi fészkelő állományokból kerülnek ki, és mi a hasznosítási időszak során próbáljuk meg ezeket észszerű és gazdaságos módon hasznosítani. Szemben tehát más apróvad fajokkal, amelyek élőhelyét, illetve életkörülményeit alapvetően mi tudjuk befolyásolni, mi ezekre csak közvetett hatást tudunk, a vízivad fajokra közvetett hatást tudunk gyakorolni. Már az 1990-es években elkészült a vízivad információs rendszer Faragó professzor úr összeállításában, illetve 2004-ben több szervezet együttműködésében a Magyarországon vadászható madárfajok fenntartható hasznosítási programjának végrehajtási terve, ez a szép hosszú nevű dokumentum. És hát itt látható, hogy ebből a nagyon bonyolult összefüggő információs rendszerből részben az Országos Vadgazdálkodási Adattár által biztosított, és közvetetten persze a vadászatra jogosultak által biztosított adatbázisra, terítékadatokra lehet támaszkodni. Emellett a környezeti állapot monitoringjára, változásaira, illetve a több mint 40 helyszínen, közel 50 helyszínen végzett, most már több mint 20 éve kiterjedten végzett vízivad monitoring számlálásokra lehet támaszkodni, és ezeknek az eredőjeként lehet egy fajvédelmi politikát, illetve egy vadászati politikát megállapítani. Ha a magyar vízivad vadászat történetét jogi szemüvegen keresztül akarjuk megvizsgálni, akkor hát ezek a jogszabályok, amelyek ezeket döntően befolyásolták, alapvetően, mint minden más vadászható állatcsoport esetében is egy jelentős fajszám szűkülésen mentünk keresztül. Kiemelendő a 8/1993-as FM rendelet, amely már ugye a rendszerváltás után született meg, de még a vadászati törvény hatályba lépés előtt, amely igen jelentős önkorlátozásokat jelentett a vadászati ágazat területéről. Hogyha a vadlótfajoknak a vadászati idényét, illetve a vadászható fajokat nézzük, akkor ott is látható egyrészt egy jelentős, például egy július 1, április 15-től induló szezonhoz képest egy október 1, január 31-ig terjedő jelentős vadászati idényszűkülés történeti távlatban, és természetesen a minden faj vadászható 1925-ös szabályozásától eljutunk odáig, hogy ma Magyarországon érdemben három vadlótfaj, vetési lúd, nagylilik, illetve a nyári lúd, illetve hát két az ország kapuin dörömbölő jövevényfaj, a kanadai lúd, illetve a nilusi lúd vadászható. A vadrésze vadászat tekintetében is hasonlók állapíthatók meg, tehát részben a szűkülése a vadászati idényeknek, a rövidülése figyelhető meg az időtáv tekintetében, illetve a minden faj vadászhatóból eljutunk odáig, hogy a legutóbbi szabályozás óta, 2012 óta már csak a tőkés része, mint vadrészefaj, illetve a szárcsa vadászható Magyarországon. Ahogy említettem, a szabályozás az vonatkozott, és alapvetően változtatta meg a 8/1993-as rendelet ezeket a szabályozásokat. Itt még a szárcsa vadászati idényének rövidüléséről úgy szintén meg lehet emlékezni. És ezen fajoknak a már emlegetett 8/93-as rendeletben megjelent szabályozása, például az előző fajok esetében, tehát a vadlótfajok esetében, a vadrészefajok esetében szintén ugyanekkor jelenik meg a napi terítékkorlát, 1993-ban a szárcsa esetében is, tehát ez egy nagyon komoly önkorlátozó intézkedése volt a vadászati ágazatnak. A másik szintén 1993-tól élő önkorlátozása volt, pedig a vadászati
vízivad vadászati kíméleti területeknek a megjelenése, megint szeretném hangsúlyozni, nem természetvédelmi, hanem vadvédelmi, vadászati önkorlátozó tevékenység következtében. Ez is ugye több mint 40 területet érint az országban. Hogyha a vadászati nyomást akarjuk vizsgálni, akkor mire tudunk támaszkodni? Novák adatai alapján, ugye van egyrészt egy legális vadászat, és van egy illegális vadászat, nyilván ezt mindjárt el is hagyhatjuk, mert az illegális vadászatról sok mindent nem fogunk tudni. A legális vadászaton belül is vannak olyan egyedek, amelyek mondjuk eltalált, vagy befogott egyedek, amelyek, ha van befogás, bekerülnek a statisztikába. Vannak az elhibázott egyedek, de ezen belül vannak az elhullott, elhibázott, sebesült, megzavart egyedek, amelyek ugye nem kerülnek be a vadászati statisztikába, mi alapvetően a feljegyzett egyedekkel tudunk számolni. Milyen kérdésekre kereste professzor úr a választ? Hogyan alakul a vadászható fajok terítékdinamikája? Valóban a leggyakoribb fajok vadászhatók-e Magyarországon? Harmonikus-e a kapcsolat a populáció méretek és a hasznosítás között? Milyen hatással van a tőkés récére az ártéri tenyésztés, illetve a jövőt illetően milyen ajánlások fogalmazhatók meg? És ezekre a kérdésekre keressük röviden a választ. Hogyha nézzük a vadászható vadlótfajok terítékdinamikáját egy hosszú távú, illetve egy középtávú idősávban, akkor az látszik, hogy nyilván a két háború közötti ideális időszakot leszámítva az elmúlt közel 50 évben, ha kisebb-nagyobb változásokkal is, de Magyarországon nő a vadászható vadlótfajok terítékdinamikája, és a növekedés ez különösen a 2000-es évek eddig eltelt időszakának második felére jellemző. Ugyanakkor, ha három fő vadászható vadlótfajt figyeljük, akkor szembetűnik a nagyon drasztikus csökkenése a vetési rúd terítékének, hiszen az induló 5-6 ezer példányos értékről ez ma körülbelül egy 1000 példányos értékre jut le a statisztikák szerint. Ugyanakkor egy lassú emelkedést követően örvendetesen nagy létszámú emelkedés következik be a nagydílik terítéke esetében, és ugye a néhány éve vadászható, újra vadászhatóvá vált nyárilúd esetében is egy néhány évre visszatekintően ugyan, de egy növekvő tendencia figyelhető meg. Hogyha ugyanezt a vadrésze esetében figyeljük, akkor itt is van egy kiugró emelkedés, de hozzá kell tenni, hogy ez természetesen az összes akkor vadászható vadrésze fajt jelenti, és hát a szárcsa esetében is, ha az utolsó éveket nézzük, akkor inkább egy csökkenő, a vadrésze fajokhoz hasonlóan inkább egy csökkenő tendencia figyelhető meg. Minden faj esetében, amelyiknek a vadászata időközben, vadászati lehetősége megszűnt és a védett fajok közé került, azoknál az utolsó esztendő mindig a grafikonon az az év, amikor még az adott faj vadászható volt, hiszen ma már csak a szárcsa, illetve a tőkés réce vadászható, tehát a vadászati lehetőségek közül kikerült fajok esetében egyértelműen megállapítható, hogy a csökkenő tendencia eredményezte alapvetően azt, hogy a faj a vadászható státuszból átkerült a védett fajok közé, és a tőkés réce, illetve a szárcsa esetében is jól látható, egyértelműen azonosítható a csökkenő tendencia a terítéknagyságokban. Hogyan alakul ezeknek a fajoknak a területi dinamikája, szintén az Országos Vadgazdálkodási Adattár eredményei adatai alapján. Ugye a vetési rúd esetében látszik egy jelentős dunántúli túlsúly, míg a nagylilik esetében alapvetően a legfontosabb vadlúd éjszakázó helyek környékén sűrűsödnek be ezek a pontok, amelyek a terítéket jelentik a legutolsó vadászat évben. Hasonló tendenciák állapíthatók meg a nyári lúd esetében is, és hát a tőkés réce esetében, hiszen ez egy jóval elterjedtebb faj, és sokkal kevésbé kötődik a nagy vízfelületekhez, egy területileg jóval nagyobb disperzió figyelhető meg. Tehát összefoglalóan a három vadászható vadlútfaj esetében látható egy kompenzáló hatás, tehát míg a vetési lúdnak a terítéke jelentős mértékben csökkent, addig a szerepét átvette, át tudta venni a nagylilik, illetve az újra vadászhatóvá vált nyári lúd. A vetési lúd esetében fölmerül az a kérdés, hogy vajon valóban annyi a teríték, amennyi beírásra kerül,
és ez fölmerül persze a nagylilik esetében is, mert a bizonyos esetekben nincs annyi becsült vetési lúd állomány, mint amennyi a terítékben megjelenik. Ez persze időben eltolt a becslési szám, de a statisztikai adatok szerint az elfogadható teríték nagysága az 300-350 példány lenne. A vadrécefajok esetében megállapítható, hogy a védetté vált fajok terítéke jelentősen csökkent, és ez hozzájárult a vadászható státusznak a csökkenéséhez. Míg a szárcsa esetében, hát magyar vadászok esetében mindenképpen mondhatjuk, hogy a vadászata nem keresett, és a teríték nagysága is eltörpül a tőkés réce terítéke mellett. Második kérdés, hogy valóban a leggyakoribb vízivadfajok vadászhatók-e Magyarországon. Itt a számláló becslő helyeken a gyakorisági helyezési sorrend látható az egyes fajok esetében. Látható, hogy a leggyakoribb négy vadfaj, vagy a vadászható pirosra jelzett vadászható vadfajok közül a leggyakoribbak azért a tőkésréce, a nagy lilik, a nyári lúd, illetve a szárcsa, viszont a vetési lúd már csak a negyedik-tizedik helyre szorul a gyakoriság tekintetében. Fölmerül a kérdés, hogy nem kellene a vetési lúd nem egészen tisztázott, jelenleg legalábbis nem teljesen tisztázott drasztikus állománycsökkenése miatt, már ami a Kárpát-medencét illeti, a vadászatát felfüggeszteni, hiszen nagyon jelentősen visszaesett az állomány létszáma. A rangsor elején ugyan vannak védett fajok is, de hát ezekre részben nincs vadászati érdeklődés, remélem legalábbis, hogy senki nem akar károkatonára érdemben vadászni, most nyilván az állomány csökkentés igényén kívül, sem szürkegémre, sem búbosvöcsökre, és hát a védett fajok esetében pedig fel sem merülhet, különösen veszélyeztetett fajok esetében fel sem merülhet a vadászható válás. Ugye kritikus a helyzet a vetési lúd esetében, hiszen drasztikusan csökken a megfigyelt állomány létszáma, tehát a 90-es évek elejé 60-90 ezres csúcs becsült mennyiséghez képest ma már csak néhány ezer példány az országosan becsült állomány nagysága a vetési lúdnak, sőt az utóbbi két esztendőben már ezt sem érte el. Ugyanakkor a terítéke a becsült állománynak a 126%-át is eléri, tehát minél alacsonyabb az állomány becsült létszáma, annál intenzívebb a teríték, itt valamilyen óriási ellentmondás feszül. A nagylilik esetében ugyanakkor ez a körülbelül 15%-os hasznosítás, ez csak egy-két évben figyelhető meg, tehát itt nagyjából azt lehet mondani, hogy a hasznosítás és a becsült állomány növekedése az harmonikus egyensúlyt mutat. És következő kérdés, hogy a populáció méretek és a hasznosítás nagysága között van-e valamilyen kapcsolat. Itt csak a Tiszántúl került kiemelésre, és azt látható, hogy a becslés, és szinte minden faj esetében a becslés és a teríték nagyság részesedése a Tiszántúl esetében nagyjából egyensúlyban van. A már nem vadászható kertszeréce esetében lóg ki nagyon a teríték mennyisége a becsült állományhoz képest, illetve a szintén már nem vadászható barátréce esetében látható ez a diszharmónia. A vetési lúd esetében nem tudjuk még egyelőre, hogy ez csak regionális-e az állománycsökkenés, tehát a Kárpát-medencét érinti, és más telelő területeken a vetési lúd állományai milyen mértékű csökkenést mutatnak. Felmerül a kérdés tehát, hogy a vetési lúd esetleg kikerüljön a vadászható fajok közül, vagy felfüggesztésre kerüljön a státusza tekintetében. Megállapítható tehát az adatok alapján, hogy a bölcs hasznosítás szellemében történik Magyarországon a vízivad állományoknak a hasznosítása. A negyedik kérdés volt a tőkésréce tenyésztés hatása és helyzete. Az országos vadgazdálkodási adattár értelemszerűen csak a vadászatra jogosultak adatait tartalmazza az áttéri törzsállományra vonatkoztatva, és ebből a grafikonból egyértelműen látszik, hogy a tenyésztés az alapvetően kikerült a vadászatra jogosultak kezéből, és alapvetően az állattenyésztés irányába tolódott el a tőkésréce tenyésztése. Jól látható az is a grafikonból, hogy alapvetően a Tiszántúl részesedik legnagyobb részben a röptetett része vadásztatásából, illetve a teríték meglehetősen hullámzó a vadászat keresettségéből kifolyólag. És alapvetően nyilván a vadászatra jogosultak anyagi helyzetének a függvénye. Alapvetően egy elfogadható tevékenységnek tekintjük a tőkésréce tenyésztését, amennyiben genetikailag tiszta, tehát nem kevert génállományú és betegségektől mentes
állományok kerülnek ki a vadászterületekre, és tekinthetünk úgyis a röptetett része vadászatára, mely egyfajta vadászati igényt becsatornáz és elvon a természetes populációktól, és ezért ez mindenképpen pártolandó tevékenység. Figyelembe véve persze azt, hogy a társadalomban egyre inkább erősödő állatvédelmi hangokkal és igényekkel ezt hogyan lehet összeegyeztetni. Végezetül milyen ajánlások fogalmazhatók meg, ha a vízivad védelmi területek köré a vízivadra jellemző 30, illetve 50 kilométeres mozgás körzeteket felrajzoljuk, akkor az látható, hogy az ország bizonyos pontjain szó szerint és képletesen is fehér foltok jelennek meg, tehát amelyek még egyelőre nincsenek feltárva a vízivad számára, tehát ilyen üres területekre, vízivad kíméleti területeket lenne érdemes létesíteni. Úgy tűnik, hogy ezeken a területeken, vagy bizonyos területrészeken, mint ahogy a vízivad kíméleti területek egy része jelenleg is halastó rendszer, úgy tűnik, hogy egy 100 vagy 80-100 hektár nagyságú halastó rendszerek betölthetik ezt a funkciót, de emellett még két nagy fehér folt van, a Kisalföld déli része, illetve a Hernád völgy térsége, amit itt a térképen egy piros folt jelez, ugye ezek a halastó rendszerek tulajdonképpen megvannak és betölthetik ezt a vízivad kíméleti területi rendszert, de a Rába völgyében, illetve a Hernád völgyében még mindenképpen szükség lenne új élőhelyfejlesztésekkel a vízivad számára élőhelyeket létesíteni. Összefoglalásképpen tehát a védelem gyakorlatában egyértelműen megállapíthatjuk és büszkén mondhatjuk, hogy érvényesülnek a nemzetközi ajánlások. A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata ezen a területen mindenképpen harmonikusnak mondható. Bölcshasznosításon, a bölcsgazdálkodáson alapul a vízivadvadászat a Magyarországon. Ugyanakkor szükség lenne a környezeti változások ismerete és az állományváltozások ismerete függvényében egy új vízivadgazdálkodási tervet megfogalmazni, és ezzel hosszú távon lehetne megteremteni azoknak a vízivadfajoknak a vadászatát, illetve vadászati lehetőségét, amelyeknek a vadászatára az állomány létszám lehetőséget ad, és továbbra is fenn lehet tartani egy bölcshasznosításon alapuló, vonuló és fészkelő vízivadfajokra vonatkozó vadászatot Magyarországon. Köszönöm szépen a figyelmüket!